A fizikusok 100 éve próbálkoztak a gravitációs hullámok észlelésével és a létezésük közvetlen bebizonyításával. Asztrofizikus kutatók egy csoportjának a napokban sikerült közvetlenül észlelniük a világűrből érkező gravitációs hullámokat, amivel végre igazolták, amit Albert Einstein egy évszázaddal korábban már sejtett, vagyis hogy a gravitációs hullámok a téridő hullámszerű megnyúlásai és összehúzódásai. A LIGO programban több mint 1000 ember vett részt 83 intézményből és 15 országból. A tudományos együttműködésben több magyar tudós csapat is közreműködött. Közülük a Nyíregyházáról származó, jelenleg a New York-i Columbia Egyetemen tanító Márka Szabolcs professzorral és veleségével, Márka Zsuzsával beszélgetett Kanalas Otília. Professzor úr, el lehet-e ezt, amit önök kutattak és megtaláltak, felfedeztek, magyarázni közérthetően azok számára is, akik mondjuk a fizikától, az asztrofizikától és annak különböző ágaitól picit messze állnak? A nagy felfedezés, amit most csináltunk, az igazából sokrétű. Tehát nem csak megtaláltuk az úgynevezett gravitációs hullámokat, a téridőnek a rezgéseit, hanem megtaláltuk az első kettős fekete lyukat, megtaláltuk azt, hogy Einsteinnak teljesen igaza volt, nem csak a fény szempontjából, ami a csillagok körül meghajlik, hanem annak a szempontjából is, hogy a fekete lyukak, ahol a gravitáció nagyon-nagyon erős, a fekete lyukak is úgy viselkednek, ahogy Einstein megjósolta. Tehát ez egy szenzációs fölismerés, mert eddig ilyet senki nem csinált. Ehhez kellett építeniük, megalkotniuk egy különleges szerkezetet, ami a kutatást végig segítette. Mi volt ez a szerkezet, és ebben a kedves felesége is közreműködött aktívan? Ez egy óriási intertferométer, nem is egy, hanem kettő, az egyik Louisianában van, a másik Washington államban, és hát nem mi építettük, hanem ezen vagyunk a kollaborációban, és ebből az 1000 emberből nagyon-nagyon sokan közreműködtünk ennek a műszernek, amit lézer interferométer detektornak hívunk a felépítésébe. Ugye vannak, akik már 40 éve ezen a témában, ebben a témában dolgoznak, és beadták még annak idején az amerikai nemzetközi kutatási alaphoz a kérvényt, a pályázatot, hogy erre az ország pénzt adjon, és aki az elejétől kezdve végig vitte ezt, azoknak egész életük ráment. Nekünk csak most már több mint 15, Szabinak meg már lassan 20 éve, hogy ebbe a témába dolgozik, úgyhogy ez nagy különbség, hogy 40 vagy 20, de az az igazság, hogy nekünk is a kutató életünknek egy nagyon nagy része erre ment. A műszer az gyakorlatilag nagyon-nagyon kicsi eltéréseket mér az interferométer két ága között, hogyha egy gravitációs hullám a Földre érkezik, akkor az interferométer két ága között különböző eltéréseket lehet látni, és ezt mérjük vele. Amit mérünk, az a különbség, az 4×10⁻¹⁸ méter, hát ugye nem halljuk, hogy milyen pici szám, ez az atommag méreténél is jóval kisebb, annak is csak egy kis része. Professzor úr, ez a találmány, ez a kutatás, ez nagyon fontos volt a világ számára, az USA kormánya $1 milliárd fordított erre. Vélhetően ennek a kutatásnak van haszna is, hasznosítható valamilyen területen. Hol hasznosítható ez? Nagyon érdekes kérdés, tehát ahogy mondtam, ez 100 évbe került, mire ezt a technológiát addig kifejlesztettük, hogy igazából használható legyen tudományos célra. És ez a technológia, ez annyira a csúcson van, hogy most szinte mindenben a legjobb a technológiánk. Tehát nyilvánvaló, hogy minden, amit kifejlesztettünk, az használható és hasznos az emberiség számára, mint egy technológiai melléktermék. Mi nekünk van a legjobb lézerünk a világon, a Columbia fejlesztette ki az aranygyűjtőrendszer lelkét, az időzítőrendszert,
ez szintén a legjobb a világon, ezt építette Igen. Zsuzsa, most már ezt három kontinensen használják, és legalább három gravitációs hullámdetektor lelkez. Ugyanígy az optikát, azt nekünk kellett kifejleszteni. Tehát valamilyen módon a technológiai melléktermék az nagyon-nagyon fontos a mi kutatásunkban, és erre büszkék is vagyunk. Külön számon tartjuk, hogy milyen találmányok, milyen melléktermékek születtek a kutatás eredményeként. De a legbüszkébbek arra vagyunk, hogy gyermekeket oktatunk, fiatalokat oktatunk, és az okos emberek százai kerülnek ki ebből a kutatásból, akik később lehet, hogy nem gravitáció kutatással, hanem más hasznos dologgal fogják tölteni életüket. Tehát azt tudjuk, hogy kollégák folytatták karrierjüket a Silicon Valley-be, SpaceX űrkutatási programnak az egyik jelentős embere is a LIGO-tól került oda, és a világ minden táján megtaláljuk a kollégákat. Tehát ez olyan, mint egy egész földre kiterjedő szövetség. Mi büszkék vagyunk önökre, nagyon büszkék, és arra sok ezer emberre, aki ebben dolgozott, illetve tudjuk azt, hogy magyarok is voltak sokan, akik a kutatásban dolgoztak. Önök nagyon fontosnak tartják azt, hogy odakin a magyar hallgatókat, egyetemistákat, illetve kutatókat támogassák, patronálják, hogyan teszik ezt, hogyan segítik az ők munkájukat, fejlődésüket? Szerencsére nem csak mi hiszük így, hanem egészen jó eredményeink vannak a magyar fiatalok támogatásában. Tehát sok volt diákunk, nagyon sikeres és tudományosan sikeres. Például az ELTE-n van két fiatal professzor, aki szintén gravitációs hullámokkal, fekete lyukakkal foglalkozik. Ők most egészen híresek lettek a magyar sajtóban. Akkor Amerikában is maradtak többen, de büszkén mondhatom, hogy többen mentek haza, mint ahányan maradtak. És ez nagyon fontos, mert igazából itt Amerikában mindegy, hogy honnan jön az okos agy. Az a lényeg, hogy hozzájáruljon a tudományhoz. De szerintem az nagyon fontos, hogy nem csak a mi kutatási területünk, de minden vezető kutatási terület magas szinten legyen képviselve Magyarországon. A kutatási eredmény Nobel-díjas lesz-e? Reméljük, nagyon, nagyon remélünk, és ugye a területünknek van három atya is, mondhatnám, akik nagyon-nagyon sokat tettek azért, hogy ez a kísérlet létrejön, ők ugye rajta voltak az eredeti pályázaton még a 80-as évek végén. Köszönjük szépen, professzor úr, hogy rendelkezésünkre állt, gratulálunk, és büszkék vagyunk önökre. Köszönjük szépen még egyszer.